Hello, sziasztok! Megpróbálok egy videót csinálni nektek. Remélem, hogy fog sikerülni, mert az autóban van most a telefon ezen a telefontartón, és a melegtől szerintem annyira fellazul ez a gumi része, vagy nem tudom, hogy már vagy kétszer így fogta és lebillentette a fejét, úgyhogy nem tudom, hogy meddig fog bírni. A lényeg az, hogy elkezdem nektek most. Hát ugye beindult a nyári szünet, úgyhogy már most így Krisztiánnal vagyok elfoglalva, meg ugye mellette a kis teendőimmel, amik éppen vannak. Úgyhogy nem nagyon van időm sem vlogolni, sem egyéb videókat felvenni, bár most van felvéve 3 videóm is, amit még meg kéne vágnom, de mostanában túl önző vagyok, és esténként már inkább szeretek pihenni, vagy mondjuk megnéztünk a múltkor a férjemmel egy filmet, vagy bármi olyat, ami egy kicsit pihentet, feltölt, jól esik. Ilyeneket szoktam mostanában csinálni esténként, és hát elmaradtak ezek a videóvágások. Úgyhogy meg fogom csinálni, szerintem ma este legalább az egyiket megvágom nektek, és ki fog menni a csatornára, mert most már azt hiszem egy hete nem volt kint videó, de lehet több, mint egy hete. Na mindegy, ez van, úgyhogy Krisztián jól érzi magát, egyébként tök jól van. Krisztián szokott mostanában a nagyinál is aludni. Múlt héten is ott aludt egy éjszaka. Aztán ugye járunk hétvégén a nyaralóba, ott vannak barátai, egy kisfiú meg egy kislány, és tök jól el vannak, így vasárnapi napokon szoktak együtt lenni, úgymond, mert akkor jönnek azok a, tehát az a család akkor jön a két gyerekkel. Vasárnap együtt szoktak lenni. Most szombaton voltunk fürdeni, strandon. Nagyon élvezte, nagyon jó volt. Mi is jól éreztük magunkat. Úgyhogy így telik az idő. Igazából, hát tudjátok, a szokásos teendők, a mosás, a takarítás, a főzés, az ez meg az. Krisztiánnal ugye jövünk, megyünk. Múlt héten fodrászhoz vittem például. Én is fogok menni majd fodrászhoz. Erről is akartam veletek beszélni. Képzeljétek el, hogy elegem van a szépségiparból. Elegem van. Nagyon elegem van. És ezt tényleg komolyan mondom, mert ugye én mindig magamnak csináltam a körmömet, ezt biztos sokan tudjátok, vagy hallottátok, láttátok itt ugye a videóimba. És valahogy nem tudom, volt egy olyan kósza ötletem, hogy nem este, mert ugye mindig este csináltam ilyen 10 óra körül, mikor már elaludt a család, akkor leültem, és akkor megcsináltam a körömet, és ugye hát az sokáig tartott, és akkor nem mindig volt nekem ehhez már mostanában kedvem. Úgy voltam, elmegyek én körmöshöz, megcsinálja tényleg egy jó óra alatt, és akkor így a napba valahova beiktatom azt az egy órácskát, és mégis meg lesz csinálva a körmöm, de nem nekem kell éjszaka, mert sokáig éjszakáztam egyébként, több éven keresztül, szerintem egy helyek közel egy hát egy 5 évig biztos éjszakáztam, 4-5 éven keresztül, hogy este, amikor elalszik a család, akkor én akkor csináltam a dolgaimat. Tehát nem feküdtem le, nem pihentem semmi, úgy általában évfél után mindig ilyen egy fél, kettő volt, hogy még később is. Na mindegy, nem is ez a lényeg, csak hogy ez már nekem annyira nincsen energiám, öregszem valószínű, mert hogy nekem annyira nincs erőm föl lenni késő estig, úgyhogy nem mondom, elmegyek körmöshöz, jó. Voltam is nálam, meg is csinálta, szép volt tényleg, minden oké. Aztán megcsinálta még egyszer, és utána már nem volt olyan jó, mert hogy lepotyogtak a körmök, és hát nem tudtam elképzelni, hogy mi lehet a baj vele, mi történhetett vele, mi az, hogy most le
lepotyognak, mikor én, amikor magamnak csináltam, nem volt ilyen problémám. Úgyhogy kétszer megcsinálta az a csajszi, nem mentem oda többet, mert mind a kétszer lepotyogtak, mondtam, jó, hagyjuk. Aztán úgy adódott, hogy valahogy elkeveredtem egy másikhoz. Megcsinálta ő is egyszer. Hát, nem volt jó, természetesen. Nem volt jó, természetesen. Az egy teljesen rövid volt, annyira rövid, hogy még túl sem lógott a köröm ágyon a köröm. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon icipici körmöm volt akkor. Megcsinálta. Mondtam neki, nekem nem fog úgy tartani, hogyha csak géllakkot tesz rá. Nekem építeni kell, mert nekem nem tart. Hát én tudom magamról. Kipróbáljuk. Jó, próbáljuk. Hát te nem tartott. Ahogy hajlott ugye a természetes körmöm, hajlott vele együtt a géllak, berepedezett, lepergett, lepotyogott, úgyhogy nem volt jó. Jó, megcsináltam még egyszer. Azt mondta, hogy majd most egy másik anyagot fog próbálni, egy másik anyagot fog használni, most már biztos, hogy jó lesz. Hát mondanom sem kell, hogy az sem volt jó. Mondtam neki, hogy építsük meg, mert nekem idáig, még magamnak, mikor csináltam, mindig az vált be, meg volt az alap zselé réteg, és akkor arra. Megcsinálta ő, de nem kimondottan építés volt, használt hozzá zselét is, de na mindegy. Megint ugyanúgy a természetes körmöm itt alatta elvált a műkörömtől, és tudjátok, ha az már elválik, oda be tud menni a kosz, be is gombásodhat, mert hát nyilván, tehát baktériumok, bacik, bármit bemehetnek alá. Nem beszélve arról, hogyha ugye így fordítod a kezed, akkor ott alul lehet lenni, hogy ilyen fekete, tehát nagyon gusztusos, nagyon szép. Azt onnan ki se tudod rendesen csiszolni. Jó, hát ezzel a kerek, ezzel a gömb csiszolóval éppenséggel meg lehet oldani, na de szóval mindegy. Úgyhogy megint csak ugyanúgy volt így ez a dolog, és írtam neki, hogy húzzál ki. Húzz ki az időpontomat, mert nem megyek. Mert megint ugyanolyan lett, majd megcsinálom magamnak. Úgyhogy elegem van ebből, mert ha az ember fizet, érte, akkor ne egy hétig tartson már, mert konkrétan ez az elválás, hogy így elválik a természetes körömtől, 3 nap után elvált, így folyamatosan vettem észre, mert például így a hajam közé tudott, mert én végnyom dolgok, például, igen, leginkább a hajam, mert éreztem, hogy közé ment a természetes, meg a műköröm közé, hát tudjátok, hogy milyen finom érzés az. Na mindegy, úgyhogy mondtam neki, húzzon ki, mert nem megyek. Megcsinálom magamnak. Úgyhogy ma délelőtt azzal szórakoztam, Krisztián táborban van, ma délelőtt azzal szórakoztam, hogy igen, megcsináltam magamnak a körmömet. 3 óra hosszáig tartott. Én nem tudom, mikor csináltam utoljára magamnak, szerintem több, mint egy éve lett. Szerintem már több, mint egy éve, hogy csináltam magamnak a körmömet, úgyhogy azért is hosszabb ideig tartott, illetve azért, mert ugye én nem tudom azt megcsinálni, hogy amíg az egyik köt, addig a másikat kenem. 2 kezem van, nem 3. Úgyhogy igen, ráadásul ugye meleg van, az anyag is folyékonyabb, ezért nem úgy csináltam, hogy ugye a 4-et bekentem, és úgy tettem be a lámpába, hanem betettem 1-et vagy 2-t, betettem a lámpába, mert hogyha 4-et bekenek, addigra az első megfolyik. Úgyhogy, na mindegy, az a lényeg, hogy hosszas idő volt. Hosszú idő volt, én megcsináltam magamnak, de megcsináltam. Úgyhogy ilyenek lettek egyébként a körmeim, most biztos nem sok mindent láttok belőle. Ilyen opálos, hát ilyen nagyon, hogy hát ilyen opálos, tehát nem fehér, hanem ilyen, nem is tudom, hogy minek hívják, ez mint a vizezett volna az anyag, tudjátok, a szín. Olyan a gyűrűs, abban van egy kis csillámpor, illetve ugyanaz a csillámpor van a hüvelykujjamon, vagy hüvelykujjam körmén. A többi pedig ez a... Hú,
milyen magenta? Nem, nem magenta. Minek mondják? Egy neon, neon szín. Se nem narancsárga, se nem piros. Hogy hívják ezt a színt? Nem tudom. Úgyhogy olyan színű a többi. Ez saját készletemen lévő cuccokból van, ugye? Annyi mindenem van egyébként hozzá, tehát már nem is... Meg kell magam emberelni, és nem fogom már most másra bízni, majd megcsinálom magamnak. Aztán most kíváncsi vagyok, hogy meddig fog tartani, vagy hogy nálam lesz-e olyan probléma, hogy lepotyog, meg egyebek. Tényleg, totál. Kíváncsi vagyok rá tényleg, hogy hogy lesz. Remélem, hogy minden rendben lesz. Ez az egyik. A másik, hogy aki követ, vagy régebb óta nézegeti a videóimat, biztos emlékszik rá, 2021-ben, tehát már most jó másfél évvel ezelőtt, ilyen december tájéken, nagyon-nagyon elkezdett hullani a hajam. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elkezdett hullani a hajam, és panaszkodtam arra is, hogy a szőkítéstől úgy tönkrement a hajam, hogy amikor nedves, kimosom, összeáll ilyen kócgombóccá, és nem tudom egész egyszerűen kifésülni. És akkor is ugyanahoz a fodrászhoz jártam, mint akihez most az utóbbi pár alkalommal. És kitaláljátok, hogy mi lett ugyanaz, mint másfél évvel ezelőtt. Rohadtul elkezdett hullani a hajam, és ugyanúgy gombócolódik össze, gubancolódik össze, mint annó. Ugyanaz a rémálom kezdődött el előről, úgyhogy azt hittem, hogy megőrülök, és nekem most tudjátok, ez a balájás, vagy minek hívják, technika van, amikor ugye a töve sötétebb, a vége szőkített, világosabb. És a fodrászom nekem a barnát, ami a felső részén van, nyilván újra kell, hogy kenje minden alkalommal, hiszen őszülök. Viszont a szőkét is minden alkalommal újra kente. Ami így utólag kiderült számomra, de egyébként totál őszinte leszek, csajok, én ezzel nem olyan szinte nem foglalkoztam, hogy én ezzel nem kezdtem el agyalni, hogy most ő jól csinálja, nem jól csinálja. Képzeljétek el, hogy minden alkalommal újra meg újra leszőkítette nekem a hajamnak a végét, és ennek az lett az eredmény, hogy szépen elvékonyolodott, eltöredezett, hullik, mint a csuda már megint, de markostól hullik a hajam, teljesen el van a vége véknyodva, és egy romhalmaz, és majd teszek be egy kis videót, hogy nézzétek meg, hogy most is, amikor kimosom, már most nem így mosom, mert idáig úgy mostam, hogy leborultam, tudjátok, a fürdőkádba, így belehajoltam, és így lefele fejjel volt a fejem, de azóta már váltottam, és úgy mosom a hajam, hogy állva a zuhanyzóban, mert akkor nem gubancolódik így össze, mintha belelógatom a fejemet a fürdőkádban. És képzeljétek el, hogy csak a gyalogos nem akarom elütni, bocsánat, hogy itt dalogok. És képzeljétek el, hogy már most úgy, ahogy ki tudom fésülni a hajam, így, hogy állva mosom meg, de még mindig borzasztó száraz, össze van tapadva, szóval nagyon-nagyon rossz minőségű, és megint ugyanaz van, megfogadtam, hogy na akkor ahhoz a fodrászhoz megint többet nem megyek, és most már remélem, hogy most már tényleg nem fogok oda menni többet, és lesz annyi bennem, hogy tényleg megállom, még ha helyre jön a problémám, akkor is. És felkerestem egy másik fodrászt, aki szintén a környéken van, nála még nem voltam. Hát mondta, hogy hát azért ezt nem kellett volna mindig leszűkíteni minden egyes festéskor, mert hogy azért ez nagyon, de nagyon tönkre vágta a kis hajamat. Egyébként is kis vékony szálú liha hajam van, tudjátok, nem egy izé vagyok, egy nagy dús hajkoronával rendelkező valaki, és hát képzeljétek el, hogy igen, tehát tönkre vágta teljesen a hajamat, úgyhogy ott tartok, képzeljétek el, hogy megyek holnap után ehhez a hölgyhöz, ehhez az új, újdonsült fodrászhoz, megyek és
Hát azt mondta nekem, hogy nézegessek az interneten rövid frizurákat. Úgyhogy nagyon szomorú vagyok emiatt, mert hogy valószínűleg, hogy illetve nem valószínűleg, hanem biztosan le kell ezt vágni a hajamat. Úgyhogy nagyon-nagyon vacak állapotban van. Azért is nincs kiengedve, mert nagyon csúnya. Nagyon csúnya, és nem szerettem mutogatni, úgyhogy ezért nincs is kiengedve, mert szégyellem. Mert nagyon csúnya. Úgyhogy szomorú vagyok. Úgyhogy most mondanám, hogy nézegetek frizurákat, de amúgy nem nagyon. Nem tudom, hogy milyen frizurát vágassak. Nekem régen volt rövid hajam, egész rövid, tehát hátul teljes fel volt nyírva, és akkor itt pedig elől ez a fokozatosan, tehát itt amik a fülemig ért, itt egyre lentebb, és akkor itt az államig ért így, körülbelül itt a széle. Igazából szerettem azt a hajat, tehát most nem mondom azt, hogy nem, mert jó volt, szép volt minden egyéb, de az frizura. Tehát ezt állandóan valamit csinálni kell vele, hogy az valahogy álljon, az olyan nincs, hogy most akkor kimosod, és akkor oké. Tehát az úgy nincs. Tehát ez nem. Azt mindig szárítgatni, meg tupírozgatni, meg lakkozgatni. Na mindegy. Úgyhogy valami olyasmit gondoltam, ami ilyen bob jellegű. Kicsit mondjuk egy ilyen váligérő fazont. Nem tudom, annyira nem akarok ezzel az egészen megbarátkozni, de képzeljétek el, hogy amit biztosan tudok, az egy olyan 4 éve, hogy növesztem. 2 éve, tehát 2021 tavaszán volt úgy, 2021 tavaszán volt úgy, hogy akkor csináltam a TikTokra videókat, és akkor volt úgy, hogy egész hosszú volt a hajam. Majd teszek ide be egy képet róla, hogy hogy nézett ki. Annak 2 éve, és én azóta folyamatosan növesztem a hajam. Soha nem mondtam a fodrásznak, hogy úgy vágja le, hogy rövidebb legyen, csak annyit, hogy éppen hogy csak. És mindig úgy tett a fodrász, meg hát igen, hogy csak a legminimálisabbat vágja le a végéből, csak azt vágja le tényleg, amit nagyon muszáj, ami így el van végnyodva. És annak ellenére, ahhoz képest, ami 2 évvel ezelőtt volt, ahhoz képest körülbelül egy 10-15 centivel rövidebb a hajam. Ami szintén egy ilyen, mi? Tehát, hogy hogy? És esküszöm nektek, hogy azóta folyamatosan növesztem. Folyamatosan növesztem, és mégsem történik semmi, mégsem nő, mindig el van végnyodva, folytatott, nem értem. Nem értem ezt az egészet, hogy ez hogy lehet, úgyhogy nem tudom, hogy így mi lesz a hajammal, meg nem tudom, hogy mi van vele. Tehát nem tudom, hogy ez az egész mitől van így, vagy miért történik ez így. Mikor szedek tényleg hajvitamint is, nem tudom. Na mindegy, megyek, mert ide értem közben a táborhoz, úgyhogy megyek, aztán most már a délután a gyerkőcé. Nem is mondtam, hogy miket csináltam otthon. A körmemön kívül teregettem, meg mostam. 3-4 adagot mostam, még egy most van bent a gépbe. 2 fregoli lett tele, még tegnap este is mostam, meg ma délelőtt. 2 fregoli lett tele, az mind be is száradt, ilyen 1 óra körülre. Azokat beszedtem, összehajtogattam, betettem őket. Még egyelőre bent vannak csak a nappaliba, majd még el kell pakolni, hogy melyik kié. Aztán megebédeltem, utána hazajött a férjem, utána vele beszélgettem, utána elmentem biciklivel a postára, befizettem a csekkeket, akkor hazajöttem, vettem a zöldségesből finom cseresznyét, azzal jól belaktam, ettem egy jó nagy tányér cseresznyét, utána elkészültem és jöttem. Tehát igazából így totálisan eltelt a napom. Így majdnem azt mondom a nagy semmivel, mert azért jó a körmöm, azért meg lett csinálva, és ez is nagyon nagy dolog.
hogy már legalább ez megvan, mert három hiányzott már, és nagyon-nagyon idegesített, vagy annyira nagyon olyan igénytelen, vagy ápolatlan, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak a kezem. Úgyhogy megyek, majd jelentkezek még. Hello, sziasztok! Na, szerda van, eljött a nagy nap. Eljött a nagy nap, megyek a fodrászhoz. Nem tudom, hogy hol fogok kinézni, mikor végzünk. Nem tudom. De nagyon izgulok. Oh, sorompó. Szóval, a lényeg az, hogy szerda van, ugye hétfőn beszélgettem veletek, vagy hozzátok. Tegnapi nap kedd volt, tegnap végigtakarítottam a napot, majd hogy nem. De délelőtt azzal megkezdtem, hogy a konyhába, tudjátok, a pultot, mindent leszedni, átvízkötelenítettem ott a dolgokat, mindent is letakarítottam. Aztán mit csináltam? Fürdőszobát rendbe tettem, WC-t rendbe tettem, nappaliba letörölgettem, fölporszívóztam mindenhol, fölmostam mindenhol, közben volt egy ebéd, mikor megebédeltünk, és gyakorlatilag így telt el a tegnapi jócskán délelőttöm, mert olyan 2 óra, jaj, megsütöttem kenyeret, olyan 2 óra, 2:30 magasságába fejeztem be a takarítást, utána még ugye a kenyér miatt le voltam kötve, hogy ugye arra figyeltem, hogy mikor kell, akkor ugye forgasd át egy kicsit, gyúrd át, mikor kell betenni a sütőbe, sütőt kapcsold, akkor ugye 20 percenként a hőmérsékletét szabályozni, szóval na mindegy. A lényeg az, hogy ugye így ezzel eltelt az idő, közben vágtam nektek a videót, egy Avonos unboxingot, amit utána ki is tettem, még délután be is, fel is töltöttem a YouTube-ra, aztán hazajött Krisztián. Mikor hazajött Krisztián, akkor főztem neki ilyen kis nutellás, meg lekváros gombócot, akkor ő meguzsonnázott, akkor a férjemmel utána elmentek egy illetőhöz, vitte magával Krisztián, utána nekiálltam csinálni a vacsorát, hamburger volt a vacsora, volt itthon egy jó pár darab hamburger húsunk, még a fagyasztóba, úgyhogy azt kisütöttem az airfryerbe, meg volt zsemlénk is, hamburger zsemlénk is, úgyhogy az volt nekik a vacsora is, meg a reggeli is a fiúknak. Aztán, úgyhogy a tegnapi napon végül is így eltelt, ezzel takarítottam, kenyeret sütöttem, meg délután a vacsorát, meg kint voltam az udvaron, egy kicsit a virágokat csiburázgattam, meg locsolgattam, meg, ja igen, összeszedtem ugye még a maradék ruhát, ami még a fregolin volt, ami még nem száradt, meg mindegy. Szóval ilyen apróságokkal, egy kis háztartási dolgokkal telt a keddi napom. A mai napon pedig virágot ültettem. Na, csak közben leficcent a kamerám. Na szóval, a mai napon virágot ültettem, mert Krisztián még valamikor tavaly vett egy, illetve kért, amikor voltunk az Oceanbe, egy ilyen kis piros hosszúkás tartóban 3 korallvirág volt, piros színűek, és azt kérte, hogy azt vegyük már meg az ő új szobájába, ez volt mondom tavaly ősszel valamikor. Meg volt még egy virág, amit én a beúsomtól kaptam, a kis koordinátoromtól, még valamikor októberben talán. Az is korallvirág volt, viszont az narancssárga. Ez a 3-as, ez pedig piros színű. És hát már igencsak kinőtték a helyüket, megmondom az őszintét. Egy ilyen kis picike, piros, hosszúkás kis cserébeben vagy edényben volt a 3 korallvirág.
úgy ültették az ösönbe, úgy volt. Tehát ilyen picike volt, tudjátok, mikor megvettük, és most már ilyen jó nagyok voltak, úgyhogy nagyon-nagyon szépen megnőttek, és úgy gondolom, hogy jól is érzik ott a Krisztián ablakjában magukat. Úgyhogy átültettem ugye 4 külön kis kaspóba, és akkor az egyik került az egyik piros virágú került a konyhámba az ablakba, mert az ugyanarra néz az az ablak, ugyanannyi napfényt kap, mint a Krisztián ablakja, úgyhogy azért döntöttem amellett az ablak mellett, hogy mondom, lehet, hogy ott úgy akkor neki jó, gondolom. Aztán a sárgát, amit én kaptam koordinátoromtól, azt fölvittem a Krisztián szobájába, ugyanúgy betettem az ablakba, meg még egy pirosat. A harmadik pirosat, illetve a negyedik növényt, ami szintén egy piros, azt pedig a folyosón, odafönt a folyosón tettem le, úgyhogy ő most ott lakik. Ott gondoltam neki, hogy most ott ő jól fog kinézni. Úgyhogy azt csináltam, aztán van egy petóniánk, egy ilyen futó petónia, amit én kaptam a férjemtől, illetve nem is a férjemtől, Krisztiántól, anyák napjára. Ez egy ilyen kaspós, és fehér lila a virágja, fehér és lila is, tehát olyan egy virágon belül, értitek, ilyen csikos volt a csíkos virágú a petónia, és ilyen kis kaspóba, ilyen csüngő kaspóba van, és akkor így leomlik, tudjátok. Na hát, az nekem nagyon szép volt idáig. Idáig. Ami azt jelenti, hogy 2 hónapja? Igen, körülbelül 2 hónapja kaptam. És hát úgy látszik, hogy eddig bírta, mert így több, mint a fele elszáradt a kis leveleinek, pedig folyton szedtem róla a száraz virágokat, locsoltam, meg de tényleg. Úgyhogy nem tudom, hogy most a nagy meleg, hogy volt, ugye ez a jó nagy meleg a hétvégén, vagy nem tudom. De már láttam már vasárnap délután is, meg utána is, hogy igen, szegénykém olyan kis meggyötört, úgyhogy lemetszegettem a kis elhervadt szárait, leszedtem róla a kis elhervadt virágokat, és van egy pár, körülbelül mondom, tehát az egy harmada lehet meg körülbelül a virágnak, de az sem olyan. Tehát az sem olyan, hanem jócskán ilyen kis nyeszletkébb, mint ami ennek lenni kéne. Tápoldatot is adtam neki. Úgyhogy azt szépen megcsinálgattam, és most arra várok, hogy na majd vajon vele mi lesz. Behoztam a napról, betettem a teraszra, itt van lent nekünk a bejáratnál. Ott ugye árnyékos is egy darabig van, hogy egyes süti is a nap egy kicsit, de csak kevés ideig, egy pár órát, úgyhogy nem tudom, hogy fogja bírni. Úgyhogy ezzel csiburázgattam igazából, ezzel szórakoztam egész délelőtt. Közben még délelőtt jött egy csomagom, amit fel is vettem nektek a Jim Beam-től, és gondoltam, hogy ide beteszem a videóba, beleszúrom, belevágom nektek, hogy miket rendeltem a Jim Beam-től. Én rendszeresen szoktam tőlük rendelni, jó kis termékeik vannak, totálisan meg vagyok velük elégedve. De itt meg is mutatom nektek itt a dolgokat, hogy miket rendeltem. Rendeltem 2 csomag granolát, ettől a Santé márkától, nem tudom, ismeritek-e, vagy fogyasztottatok-e már ilyet, cukormentes 300 g-os változat. Meg akartam mutatni az összetevőket, de sajnos nem találtam rajta magyarul a dolgokat. Próbáltam itt bogarázgatni, de nem találtam tényleg rajta magyarul. Úgyhogy ez volt, és utána kibontottam, és megmutatom nektek, hogy így néz ki ez a granola. Ez egy ilyen gyümölcsös variáció.
A másik, amit rendeltem és meg szeretném mutatni nektek, az pedig egy csokis vagy kakaós változatú granola. Szintén ugyanaz a márka, szintén cukormentes változat, és ebben ilyen mogyoró darabkák vannak, meg kakaó darabok, úgyhogy úgy néz ki egyébként, és a belseje is úgy néz ki, mindjárt meg is mutatom, igen, így néz ki a maga a termék, ott van, lehet benne látni a kis mogyoró darabkákat. A következő, amit mutatok nektek, ez szintén egy nagy kedvenc, itt a Jim Beam-nél vettem egyet már egyszer belőle, elfogyott, aztán mondtam, hogy ez nekem kell. Ez nem más, mint egy cukormentes zéró szirup, ami epres. Nagyon kalóriaszegény, cukormentes, zsírszegény, és egyébként nagyon finom. Műzlibe szoktam tenni. Jó ízt ad neki. A következő pedig nagyon-nagyon-nagyon nagy kedvenc számomra. Ez pedig nem más. Szerintem a szemfülesek már látják is, hogy mi van ráírva az üvegre. Megpróbálom úgy kiszedni, hogy ne bontsam, vagy ne borítsam, ne ejtsem el. Ez pedig egy mogyoró vaj, ami 100% tisztaságú. Imádom reggel tényleg műzlibe, vagy zabkásába, tök jó, nagyon finom. Utána megebédeltünk, még most sem megy adagot, akkor ezt kiteregettem, és akkor itt volt az idő, hogy jönnöm kellett, és már most itt is vagyok. Úgyhogy... majd meglátjuk, hogy mi lesz velem, mi lesz belőlem. Itt egy pár óra elteltével, úgyhogy majd fogok nektek jönni, fogok hozzátok jönni a fejleményekkel. Úgyhogy remélem, hogy tovább nézitek majd ezt a videót, mert akkor most majd ezek után az új frizurámmal fogok nektek beköszönni. Na, hello! Kész lettem. Ilyen lett az új hajam. Úgyhogy le lett vágva. Nagyon fura, hogy itt hátul ilyen kis rövid. De majd megszokom. Minden esetre így most már azért sokkal egészségesebb. Mondta a fodrász, ne bánjam azt a csúnya satnya végét. Ne bánjam. Ez így jó. Tényleg jó. Úgyhogy aztán majd meglátom, hogy boldogulok vele, meg milyen lesz, és hogyha gondolom, esetleg akkor még majd lehet, hogy még rövidebb lesz, még rövidebbre vesz vágva, de szerintem egyelőre maradok ennél a hossznál. Majd megnézem, hogy tudom felfogni, hogy tudom majd kezelni, hogyha adott esetben kimosom, vagy valami. Úgyhogy majd még ez kiderül. Majd még meglátjuk. De egyelőre tetszik. Úgy gondolom, meg vagyok vele elégedve. Úgyhogy ilyen lett a frizurám. Másfél órát voltam oda. Most megyek visszafelé. Úgy volt, hogy én megyek Krisztiánért, de a férjemnek úgyis menni kell anyagért Miskolcra, és mondta, hogy akkor majd ő fog menni Krisztiánért, úgyhogy hazamegyek most. Igen. Mit akartam még mondani? Ja, igen, hogy hazajön majd valamikor a férjem Krisztiánnal, és akkor majd mi még este fogunk bemenni Miskolcra. Van egy kis dolgunk. Úgyhogy ez a nap nagyjából ennyi. Hazaérnek vagy 4:30, 3:45 felé, és 6 óra után már megyünk is vissza, mert 7 órára kell bent lennünk. Aztán, ha azon túl vagyunk, akkor mondtam, hogy menjünk már be a Spárba, mert, hát na, képzeljétek el, hogy ugye, hát nyilván tudjátok, vannak nekünk tengeri malacok, és a tengeri malac szénát eszik elsősorban, és száraz tápot mellette.
Na már most szokott lenni a Spárban egy olyan széna, hogy Fifi az a neve, F-I-F-F-Y, Fifi, és na, azt a szénát nagyon szeretik a malackáim. Felveszem a napszövegem, és kezdek hunyorogni, már most máshonnan ér a nap. Jó. Szóval van egy olyan, hogy Fifi, és nagyon szeretik a malackáim azt a szénát. És már a legutóbbi két alkalommal, amikor voltunk a Spárban, sajnos nem volt az a fajta széna, ki volt írva pillanatnyi készlethiány, úgyhogy nagyon szomorú voltam. Az Osembe vettem szénát, de ez egyáltalán nem jó. Tehát, én emberi szemmel is látom, hogy nem jó minőségű, mert tehát nem olyan a fű benne, nem tudom elmondani nektek, de lehet látni, hogy ilyen sárgásabb, ilyen furi, nem jó, nem olyan jó, úgyhogy mondtam a férjemnek, hogy ha már úgyis bent vagyunk Miskolcon, akkor nézzük már meg ezt a Fifi szénát a Spárba, mert állítólag most van, az egyik ismerősöm dolgozik ott, és azt mondta, hogy van, úgyhogy be kéne nézni. De egyébként azt szeretik a legjobban, amit én szedtem nekik. Így réten szedtem nekik egy kicsit így kis szatyorba, abból a fajtából, amit ugye frissen levágnak. És képzeljétek el, hogy úgy szeretik azt a szénát, hogy tehát adom nekik a boltit, amit ugye vettem, adom nekik a boltit, hát el vannak vele, de leginkább fészket építenek belőle, meg így megaljaznak maguknak. Igazából, tehát annyira nem mondhatom, hogy annyira nagyon odáig vannak érte. Viszont már megszokták, hogy amikor kitakarítom a ketrecüket, ugye tiszta almot kapnak, tiszta minden, tiszta, és akkor szoktam nekik adni egy nagy adag ezt a sima, amit én szedtem, réti szénát. És tudják már, mikor ki vannak takarítva, és mondjuk kiviszem a dobozokat, vagy tudom is én, mit csinálok éppen. Na most át tudok menni, vagy nem? Hopp, piros, nem. Tudják, hogyha ki vannak takarítva, akkor fognak kapni abból a réti szénából. Bocsánat, csak közben úgy kíván száradva a torkom. Úgyhogy tegnap is kitakarítottam őket, jöttem, mentem, és akkor mi nem adtam nekik szénát, és eltelt vagy egy negyed óra, mert valami közben jött, nem tudom. És akkor készítek el, megyek el a szobahajtó előtt, és akkor hallom, hogy ahogy vinyognak, ahogy malackodnak ott nekem, és akkor megyek, mondom, na mi bajotok van? Na mi kéne, ha volna? Haláliak tudnak lenni, és akkor viszem nekik, először úgy szedtem, hogy így benyújtom az abszoba ajtón, tudjátok, így bemutatom nekik, hogy na, csak egy rázós részhez értem, és lebukott folyton a kamerám, úgyhogy na, szóval azt akarom nektek mondani, hogy olyan vinyogásba tudnak lenni, amikor meglátják, először bedugom így, meglátják, hogy új, csak úgy mondják. Ja, és az az öröm, amikor odaadom nekik, és csak úgy turnak benne, meg csamcsognak, klappognak, csak úgy rágicsálnak, hát haláljak, komolyan mondom, halálosak. Nagyon bírom őket, de még mindig nem tudtam őket megszokni. Nem tudom őket megszokni. Szeretem őket, meg aranyosak, meg minden, de még mindig azt érzem, hogy valahogy nem vagyunk egy hullámhosszon, hogy én nem vagyok az a tengeri malacos tulajdonos, vagy gazdi, vagy is tudom, hogy fogalmazzak nektek. Én olyan kutyás-macskás vagyok, inkább kutyás,
Én ahhoz vagyok szokva, hogy ha én szeretek, babusgatok, kényeztetek, simogatok, tényleg kiszolgálom, meg tényleg úgymond ellátom minden földi jóval, szeretem, gondoskodok róla, simogatom, stb. Akkor valami jön vissza. Tehát én lehet, hogy önző vagyok, de én ezt elvárnám, vagy olyan jó lesne, inkább azt mondom. Jó lesne, hogyha jönne ebből vissza is valami. De így a tengeri malacok esetében nálunk ez így nem jön belőle vissza semmi. Konkrétan még majd, hogy nem megfogni nem hagyják magukat. Úgyhogy nem tudom. Ha van köztetek olyan, aki tengeri malacos, egy kicsit öntsön már belé megy le kis lelket, hogy most ez tényleg nem tudom. Tehát beszéltem már másokkal is malacügybe, és ott mondták, hogy hát igen, mert van olyan malac, aki soha nem fog megszokni, meg mindig is ilyen kis izé lesz, ilyen kis duvad, mint mondjuk nálunk a lilla. De nálunk a lilla ő olyan, tehát őt benyúlsz a ketrezbe, és nem tudod úgy, hogy na most akkor megsimogatod, mert ha olyanja van, akkor rugdoss meg. Krisztiánhoz oda kapott például a múltkor, nem harapta meg, csak úgy oda izélt. Na hello, most már itthon vagyok. Közben leállt a... milyen világos a hajam amúgy? Tök érdekes. Pedig nem lett szőkítve meg semmi. Na, szóval... mit akartam mondani? Ja, hogy a mi malacaink azok olyanok, hogy nem mindig lehet őket megsimítani, megsimogatni. Tehát ők kikérik maguknak, jobban mondva inkább lilla. Jászmint őt igen. Tehát Jászmint, hogyha simogatjuk, aranyos, szokott dorombolni, vagy mit csinál, itt tudjátok, így motyog, vagy így csinál. Nem tudom, hogy ez mit jelent, vagy hogy, tehát, hogy mondjam. Ja, hangokat ad ki, hogy mint hogyha elégedett volna. Na hát ilyet a fél év alatt Lillát egyszer hallottunk, vagy 3 hete, azóta se, előtte se. Úgyhogy ő valószínűleg nem elégedett soha, vagy nem tudom. Mindegy, úgyhogy itt akartam a malacukról mondani. Na, úgyhogy itt vagyok. Ilyen lett a hajcím. Nem tudom, hogy fog tudni vele bánni. Egyelőre azt mondom, hogy tetszik. Úgy is tudom, hogy így ide teszem. Fül mögé. De is tudom tenni fül mögé. Hátulról is megmutatom. Hátulról ilyen. Úgyhogy ilyen vagyok. Szokatlan? Nagyon szokatlan. Be fogom annyit nézni magamat a tükörbe, szerintem az elkövetkezendő pár napba. Aztán majd megnézem, hogy tudom összefogni. Hogy tudom összecsatolni. Hát gondolom így. Ez egy dolog. De itt akkor hátul, itt nem fogom tudni. Mondjuk, ha tusolok, úgy arra gondoltam. Meg ezeket se tudom beletenni. Ezek rövidek. Föl van adva a lecke. Föl van adva a lecke. Hát így tudom összefogni. De akkor itt ezt nem? Tehát ez itt van? Na mindegy. Baj, megtanulom majd, megszokom valahogy. Mert akkor meg az fürdésnél majd mindig vizes lesz. Kibánja, igaz? Valami jó hideget kéne innom. Nem tudom majd mit. Valamit. Nincsen semmi hideg. Engedek a csapon vizet. Na jól van. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis dumálós kis vlogocska, úgymond. És akkor majd még jelentkezem. Jövök majd még hozzátok, ígérem, csak ilyenkor, mikor nyári szünet van, nem olyan túl sok időm van. Meg nem is az, hogy nincs időm, hanem csend nincs körülöttem, nyugalom, és nem tudok úgy annyira nagyon ide koncentrálni a videókra. Na de se baj. Majd. Sziasztok! Megjöttem lezárni a vlogomat hozzátok. Úgyhogy ma már péntek van. Igen. Szerdán jelentkeztem be a fodrász után, ha emlékeim nem csalnak.
És tegnap volt csütörtök, tegnap kirándulni voltam, képzeljétek el, kirándulni voltam az én nagyon-nagyon-nagyon kedves barátnőmmel. Nem tudom, hogy melyik videó fog hamarabb kimenni, de igaz is lehet, hogy az hamarabb kimegy, mint ez. Nem tudom. Úgyhogy kirándulni voltunk a barátnőmmel. Hát egy kicsit mókásra sikerült maga a kirándulás, egy kicsit tréfásra sikerült. Majd meglátjátok, hogy miért. Úgyhogy igen, majd meglátjátok. Nem tudom tényleg, hogy melyik videó fog hamarabb kikerülni, de egy héten belül szerintem meg lesz mind a kettő a csatornám. Úgyhogy tegnapi napom az így telt el gyakorlatilag, és akkor ma meg péntek van, ma ugye megyünk a nyaralóba, tehát ez a szokásos menetrend, délután pakolunk és megyünk. Nem lesz ez másképp most sem. Viszont annyi csavar van benne, hogy én meg vagyok hívva egy ilyen kis kordi találkozóra, úgymond, egy kis vendégségbe az én avonos nagymamámhoz. És én most jelen pillanatban oda tartok, péntek délután van, 3:45, 4 órára vagyunk hivatalosak. Igen. Köszi. 4 órára vagyunk hivatalosak, úgyhogy addig bőven odaérek. És akkor én már haza nem jövök onnan, hanem a férjem, ő most ment Krisztiánért be a játszóházba, felveszi, hazahozza, esznek, és akkor összerámoltam nagyjából, amit vinni kell, még kiírtam a férjemnek, hogy még mi az, amit szedjen ki a hűtőből, és akkor gyakorlatilag ők már innen otthonról mennek le a nyaralóba. Én meg ugye a vendégségből már nem jövök haza, hanem oda megyek hozzájuk. Úgyhogy most két autóval leszünk lent. Hát na mindegy. Úgyhogy ez van. És eltelt a hét elég gyorsan. Én azt kell, hogy mondjam, hogy elég gyorsan. Én a negyedét nem csináltam szerintem meg annak, amit szerettem volna. De hát ezt már megszokhattuk. Meg gondolom sokan vagytok egyébként így vele, hogy azért nem mindig úgy sikerül, ahogy tervezzük. Úgyhogy megyek, úton vagyok, és szerintem egy nagyon kellemes kis pár órát fogunk eltölteni így a kolléganőkkel, vagy a kis csapattal. Úgyhogy jó lesz ez most, én nekem ez így. Úgy gondolom, hogy jó lesz. Úgyhogy ennyi lett volna igazából ez a kis összefoglaló, ez a kis vlogocska, amit nektek most összeraktam. Úgyhogy ha tetszett, akkor örülök neki. Nyomjatok egy lájkot, vagy kommenteljetek, írjatok véleményt, bármi észrevétel van, vagy bármi. Nyugodtan írhattok, és akkor köszönöm szépen még egyszer a figyelmet nektek. Millió puszti, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, én is megpróbálok nem neki menni semminek közben. Puszti!